Az milyen színű van rajta? És ott lehet menni? Igen. Uh-huh. Készségfejlesztő játékkal kezdték a napot a szekszárdi Bosinszki óvodába járó gyerekek. A Tolnai megyeszékhelyen működő 13 bölcsőde és óvoda hétfő óta várja újra rendes nyitvatartással a gyerekeket. Az intézmények szigorú rendszerint működnek, a szülők nem léphetnek be az épületekbe, és a higiéniára is nagy gondot fordítanak az ott dolgozók. Sokkal inkább oda kellett figyeljünk ugye a fertőtlenítésre. Ez egy icipicit másképp zajlott most, más szereket használunk, és hát most a legapróbb játékokig is fertőtlenítettünk, és ez a mindennapokban is ma így él. A dajkák feladatköre kibővült ezzel. Tulajdonképpen a folyamatos szellőztetés, a folyamatos takarítás és a folyamatos fertőtlenítés, ez a jelszó. Az óvodák és a bölcsedék fertőtlenítéséhez a szükséges vegyszereket az önkormányzat biztosítja, ugyanúgy, mint ahogy maszkot, kesztyűt is az ott dolgozóknak, és lázmérők beszerzése is folyamatban van. Szekszárdon már múlt hét szerdán a bölcsedék és óvodák országos nyitása előtt döntöttek az intézmények újraindításáról, ezzel együtt a gyerekek étkeztetése is visszaállt a rendes kerékvágásba, újra az intézményekben kapnak enni. Azt tudom mondani, hogy körülbelül 60% volt az, aki az első napon elhozta a gyermekét ide az órákba, hiszen aki meg tudja oldani az otthoni megőrzést, vagy esetleg fél attól, hogy valami betegséget össze tud szedni, esetleg beteg a gyerek, ők otthon maradtak, mi senkit nem köteleztünk arra, hogy hozza az órába, iskolába, vagy éppen bölcsödébe a gyermekét. Mi a feltételeket teremtettük meg, és a lehetőséget teremtettük meg. Szekszárdon az 1000 bölcsödés és óvodáskorú gyerekből eddig 560-an tértek vissza a pedagógiai intézményekbe.